Na sziasztok srácok, üdv mindenkinek, folytatjuk a Castlevania végigjátszását a hatodik fejezettel, amiben lesz négy darab pálya, és megpróbálom egy videóba belesűríteni, úgyhogy essünk is neki. The castle unnoticed, the vampires know that Gabriel is coming. Night is fast approaching, and soon he will have to use all his wits and powers to defeat what nightmares inhabit this place of death and decay. His strength grows by the day, and yet his hate intensifies deep within. He eats little and sleeps less. She is there in his thoughts, his beloved Marie. He knows that his journey is far from over. This castle, I fear, will push him into the abyss from which there is no escape. Nincs menekvés, na. Húha. Igen, tehát az előző részben valahogy valami csatornából, vagy nem is tudom honnan másztunk ki, már nem emlékszem, már rég volt. De az a lényeg, hogy most megyünk feljebb és feljebb. Jó, kiutattunk. Ott van izé, ott valami tárgy van. Ugor csak át. Izék vannak benne, török. Nem vihetek magammal többet, szomorú. Ezt nem tudom már törni. Nem. Nice! Jó ez a ugrás, az tetszik nekem. Ez meg HP, jó. Nem vihetsz magadra többet, nem akartam én vinni. Ja, itt. Menj csak fel. Jó, hát bejutottunk. Szóval, hova jutottunk be? Zé. Már erre az oldalról. Ó, banyák, összerakja magát már megint egy ilyen ügyes szobor. Hopp! Au! Au! Ugrottam ám! Az a baj, szerintem most a környéken jóforra csak ilyenek lesznek. Azt a mindent miért rám vett. Jó, ezt kérem. Na gyertek, hopp, ez fájni fog, gondoltam. Nem kell a dobolnod a shielden. Na figyeld, hopp, volt egy pajzsod. Mondom, volt egy pajzsod, nagyon jó. Au. Annyira gyűlölöm ezt a fajta ellenfelet, hogy ezt elmondani nem tudom. Gyere, akadj már le róla. Azaz, na most gyertek. Na shield nélkül mutassátok meg, hogy mit tudtok. Aha. Baszak, hogy pont beleugrottam. Kapd el! Nagyon jó. Rip. Jó, megvan az egyik. Várj, még ki kell tépnem belőle. Oké. Jó. Szóval egy időzített, meg egy nyomkodós. Mit kell nyomkodnom? A. B. Hát persze. Inkább erre mennék rá. Ez ilyen kristály darabok, kár, hogy teljes. Jó. Jó, hogy ezt nyitom ki. Én azt hittem, hogy majd az ajtót. Na mindegy. Nyisd ki. Már az a röhögbe befértem volna. Na várja. Ja, hogy időlimites. Jól van. Jó, hát időlimit ide, időlimit oda. Én szétnézek, hogy van esetleg valami felszedhetős, de nagyon úgy néz ki, hogy nincs. Na, szóval. Nesze neked időlimit. Egyszer. Kétszer. Háromszor.
és utoljára. Na. De miért nem ugrottál át rajta, Gabriel? Hát... direkt azért ugráltam, hogy... és nem ugrik át felette. Mert az lett volna a legrövidebb út, hogyha átugrok felette, de nem, kerüld meg. Ki volt az a hülye, aki ezt kitalálta, hogy ez így működjön? Na. Haj bele az esésbe, hülye. Ott van egy hulla, látom ám egyébként. Na, mennyi patkány van itt? Ó, bakter. Azt a... fejezd már! Na várjál, ezek most csinálnak. Valami szart ki fognak engedni rám. Valami nagyot. Hát persze. Tölteném a HP-t. A faszom homokvihart csinál ez a szar. Át tudom törni majd a kaput, hát tudom, hogy át tudom majd törni a kaput. Nem igaz, hogy... anyát picsálja. Csapd már szét a... na jól van. Nézd csak! Jó, akkor nem. Nesze! A franc fog itt szórakozni a csontvázzal, meg ez a nagy döggel, te! Aki ezt is kitalálta a játékba, hogy... azok a csontvázak felkeljenek végtelenszer, és szét kelljen törni a földön, át, az nem volt egy épp elméjű. Ó, bazd meg, nyáron basszus. Na mi van? Azt nem mondta, hogy kivédi. Ja, csak megöltem a vatkant. Na támadj már. Ja, ezt nem tudtuk kivédeni. Majd áttörröm, csak... na, az az csodálatos időzített blokk volt. Na, ezt akartam. Hop, hop. Ne zavarjon senkit, hogy... meg ne öld! Na, ez az. Na szóval. Ezt kérem. Meg ezt is. Töltsük csak szépen fel őket. Így jönni. Áttörnéd? Hogy tudja áttörni?
Nem is vatka lesz, hanem farkas. De nem nagyon akarja áttörni. Jó, hát hajj meg. Persze küldi, igen át, mert most csak úgyis küldesz egy másikat. Ezt ide kérem, bármi is van nála. Egy tekercs. Hát azért ezt most már alázzuk. Au. Légy büszke magadra. Na, jó van most már azok. Azon kell majd felmászni, de ezt itt mivel töröm vajon össze? Na várjál. Tudom. Jó, nyugi van. Jó, jön a következő állat, tudom, ezt akarom itt áttörni. Így kell. Nekem ez kell. Valami jó legyen. Áj, HP növelés, ez az. Besame mucho. Na, nézzük mennyivel növekszik a HP-nk. Hát nem sokkal, de legalább most ez fel is tölti. Köszönöm. Lemászhatnál rólam. Na. Jaj, ne, hogy megöljed már, hát ezzel kell felmásznunk. Jó van, hát na. Oké, ezzel egy picit eltököltünk itt, srácok. Domt haragudjatok. Nézzem a vámpírok. Rip. Ki akar tört vinni? Aha. Hát akkor, sorry, de meg kell, hogy haj. Nem, Gabriel, nem kell, hogy leessél, nyugodtság van. Szóval, az a helyzet, hogy az előbb ellőttünk, oh, hello, hát te. Tekercs, kösz. Az előbb ellőttünk egy lila kristályt, és hát itt van egy. Úgyhogy megérte. Jó. Ez nem működik. Most ki kellene találnom, hogy igazából már to... Na, szóval, itt most felmászunk. Ami az előbb sikerült, csak... na. Hello, mi? Na. Egy. Ezt töltsük fel. És akkor ide leesünk szépen, de szétnézünk, hogy hát, ha van, de...
És itt miért tudok vissza felmenni? Ja, arra az esetre, hogyha még dolgom lenne fent, de nincs. Eleget tököltem. Úgyhogy haladunk tovább. Aha. Na nézzük, hogy... felszedhető semmi, ott van egy kapu, amit mindjárt kinyitunk. Baszki! Nem tudom, nekem ezekhez a csontvázakhoz egyáltalán nincsen semmi kedvem. Milyen kis cuki. És miért van ilyen szott meleg ebben a rohadt szobában? Pedig megy a ventilátor is. Na. Szóval. Ne a patkány! Patkony! Nice! Na nézzük, azt mondja, ezeket itt szépen feltöltjük. Csutkára. Így. Na nézzük, azt mondja, itt erre semmi, ott se semmi. Jó, végeztünk. Menjünk fel a lépcsőn. Körbe és körbe és körbe jönnek közbe. De nem érek Batmanek. Én mindjárt szédülök. Jó. Hát, ami olyan, azt megtaláltuk rajta, küldetés folytatása. Azt mondja, útvesztő kert, őristen. It seems getting into the castle will be more difficult than first thought. Gabriel will have to navigate the maze gardens. In this place a man can be lost forever, or devoured by the creatures that haunt its labyrinthine corridors. These gardens were once the most beautiful in all Europe, and many pilgrims would visit the castle grounds from lands far away to witness their timeless beauty. Aha. Szóval Európa legszebb labirintusába, vagy ilyen, mit tudom én mi ez, fogunk menni. Kert. Tehát Európa legszebb kertje volt ez vala, de most már nem az. Hát, közjáték. Mi baj, te felkelsz? Most már nem? Rip. Rip szobor. Na. Jó, hát akkor azon nem ugrunk fel. Testeket nem látok. Jó. Van egy olyan érzésem, hogy... köszi. Mi jöttök? Gyere már ide, hello. Hát te mi a... taposd el. Ott van lila. Hát te meg hogy került ide? Egy lila darabka. Remélem meghaltál, Rip. Tündérkekkel. Jó, hogy ezek meg így folyamatosan... előbújnak a földből, meg eltűnnek a földbe. Jó, hát... ott is van egy tündérke. Ez egy baj van, hogy nem fogunk így haladni. Tehát nem jutunk egyről a kettőre. Működik. Na mi van, mi? Jó, hogy azon majd ott fel tudok mászni. Aha. Hát én egyelőre nem akarok, hanem szét akarok nézni, mert itt vannak ám ilyen dolgok. Ilyen jóságok, hé. Az a baj, hogy ezek közben szopják a HP-mat. Elég rendesen. Hát amikor ez a zöld izé bűzcsik megjelenik, akkor a HP-mat szopkodják. És hát annak nem igazán örülök. Mert szokodhatnának mást is. Ó. Ó.
De jó, hogy ilyen végtelen felé lehet menni. Tekercs, jól van, az most nem érdekel minket. Hát arról nem volt szó, hogy itt van egy ilyen labirintó. Jó, akkor így. Lila, már szokkodj az életem. Ennyi már, én nem. Azt már nem töri át, jó. Én megpróbáltam. Add ide a tündérkét, nem adja. Oké. Tessék meghalni. Ezt majd át fogjuk törni valami állatka segítségével. Hát gondolom itt majd lesz valami farkas, vagy valami, vagy pók. Jesus Christ. Most jutunk vissza a kapuhoz, igen. Ott már voltunk. Jó, hát akkor úgy néz ki, hogy csak ez marad. Jó. Na most. Ezt adébb tudom élőknek. Szerintem nem fölösleges ilyeneken gondolkodni. Így van. Tök fölösleges. Na nézzük. Ott van valami... Ez... Ó, figyeld már, itt ilyen fejtörök. Na hello, mi? Na takarodjatok innen. Azt anyádba. Menj már innen. Hát komolyan mondom, rosszabbak vagytok, mint valami hárpia. Ó, oh, bakker. Ezt itt? Nem. Magadtól nem tudod áttörni a kaput. Hát, ki gondolta volna, de próbálkozni azért lehet. Tekercsek. Meggondolom akkor ezt a kaput sem. Már itt volt a kapu, igen. Jézus, rohadt labirintus. Aha! Megvan. Azért tégy egy szíveséget és ne hajj meg, jó? Áj, rohadt pókháló! Lespiccelt a spermájával! Fúj! Ne csak! Na, szóval akkor meglovaglunk. Igazából megpókolunk. Na, szóval... Arra nem tudom, hogy mi van, majd megnézzük. Egyelőre, ami ajtókat találtunk, azokat kellene kinyitni. Szóval, itt erre. Igen. Y-nal. A... Húzzad hát! Jó. Hát, sorry, de te ott nem fogsz átférni, de megkeressük a többi ajtót. Úgyhogy azokat is szépen igényesen kinyissuk. Y-A... Ó, igen, ezt viszont teljesen kinyitottuk. Ami nem baj. Tekintve, hogy valahol erre láttam. Lehet, hogy nem erre. De valahol láttam egy olyan... Menj már innen.
Nem erre. Fú, hol láttam azt a jó ég? Aha, ide nem jön ki. Jó, hát egy próbát megért. Arra balra? Nem. Akkor jobbra. Mert valahol volt... Ezt kerestem. Egy ilyen leszakadt. Izé. De nem ez az egyetlen. Nem. Valahol még volt. Azt is megkeressük. Hol vagy? De kár, hogy nem lehet forgatni azt a rohadt kamerát, az annyira hiányzik. Igen. Nem. Vagy lehet, hogy csak az az egy van, és úgy behalúzom. Akkor viszont ennyi vagy. Bocs, haver. Óvatosan, te figyelj, én itt átmennék azért. Aha. Nice. Na nézzük, miből élünk. Valami jó legyen. Piros, mondjuk. Beszáme mucho. Növekedik a piros is szépen lassan. Nagyon jó. Any medalion. Na. Nice. Hé. Nem kéne, hogy leessek, mert ott látjátok, milyen gerendák vannak, azokat felnyássalnak, aztán ez egy... Aztán hey, hello van. Jó, nem. Igazából már rég a túloldalt lennék, hogyha... átugrottam volna, de hát miért ugornék-e? Na, várjál. Mi a szart keresek? Jó, inkább átugrok, mert hallod, egy labirintuson keresztül menni úgy, hogy a kamera össze-vissza forgolódik állandóan, hát az a lehetetlen. Vagy ha lehetne forgatni a kamerát, akkor könnyű dolgom volna, de hát így. Na bazd meg, tudtam én, hogy van még valahol. Hol a pók? Pók? Védekezzél, légy szíves. Köszi. Na, pókica. Van még dolgunk. Haverodat egy picit előbb öltem meg, mint kellett volna. Várjál, az hol volt? Itt. Tehát én még oda is át szeretnék ám menni, álló? Na, most, hogy összekötöttük ott a két oldalt. Szevasz. Rip. Na nézzük, hogy mit találunk ott a túloldalon. Egy halott, az biztos. Valami jó kis táj legyen, nem tekerts onnál. Jaj! Találta, ezt viszont meg kell, hogy nézzem. Rejtvény. 500-ért. Minden nyom ide vezet, de sehol sem találunk kastély kulcsát, csak ezt az írást. A sziklán, de semmi értelme. Csak ha a három középre néz, nyitja a vámpír királynő az utat.
Az ennek nincsen semmi értelme? A három szobrot kell egyfelé fordítani. Illetve, hogy középre nézze mind a három. Tehát ennyire értelmetlen lett volna az írás? Haver, nem vagy egy IQ-betyár, mi? Viszont itt valahol még volt egy ajtó, amit kirántottunk, mert aki, hogy az ott fejtörő, de ez hová vezet? Erre kéne jönni. Lehet. Na most döntsd el, hogy a fejtörő az opcionális, vagy az visz majd tovább. A jó ég se tudja. Na mindegy, megoldjuk. Szóval. Hát mondjuk ez most nem segít. Majdnem jó. Az a baj, ez pont el fog fordulni. Valahogy úgy kellene megoldani ezt a kis fejtörőt. Ez most szép és jó. Hogy mind a három szobor középre nézzen. Tak jó. Melyik? Azt a minden itt, a jó ég! De az a baj, hogy ez most nem is segít, hogy melyiket kéne, mert mindegyik ugyanúgy csillog. Az a baj, hogy igen, most az egyik pont elfordult. Áj, de már megint csak kettő. És innen indultunk el. Viszont már így hármat forgat. A rohadt anyját. Jaj, nem ezt akartam, hanem ezt. Kettő sz... Mind a három megvan!
megtaláltad a vámpír kulcsot. Tehát ez kellett mindenféleképpen nekünk. Jó, hát a csávó akkor ezt a kulcsot nem találta. Viszont ez a fejtörővel összefutott. Mondjuk most egyébként elmondom, hogy még kb. 10 másodperc, és átugrottam volna a fejtörőt. Így kértem volna a megoldást. De szerencsére pont sikerült. Már kezdtem egy picit reménytelennek érezni a helyzetet. Jó, arra nem megyünk el. Tehát igazából erre van a pálya vége, csak itt nem tudtam volna tovább menni, mert hát kell a kulcs. Amit viszünk magunkkal tovább. Hé! Hey. Ez a területnek az eleje. Viszont, hogyha itt vagyunk a terület elején, az azt jelenti, hogy most harcolni fogunk, de ezt itt ki tudjuk nyitni. Ami azt jelenti, hogy be fogunk menni ott azon a nagy ajtón. Na, vajon mi a szar lehet mögötte? Mindent felszedtünk. Nagyon jó. Különösen folytatjuk. Na, a kastély előcsarnoka. Those who are the most powerful of their kind are able to take on the appearance of high-born humans. Gabriel must be on his guard now, for appearances can be deceptive. I have heard that in this place... Aha, szóval ilyen baszú vámpirokkal lesz tele. ...without realizing it until it is too late. Értem. Tehát a játék azt írja, hogy sietni kell, meg még mielőtt túl késő lenne. Állj! Ez nem a... Mutasd el a csarnok másik felét? Nem. Ez rohadtul hasonlít a Castlevania 2-nek az elejére. Szóval a játék most figyelmeztetett minket, hogy még mielőtt túl késő lenne, mert majd jönnek ezek a baszó vámpírok. Tehát tudjuk nagyon jól, mire ideérünk, már késő van. Aha, meg anyát tücsálják. Jó, én egyébként csinálnám. Nyírt ki a faszba. Ó, hát persze. Úgy, és mielőtt jön a következő, azt a lécet szedd le onnan. Ez az. Na még egyet. Na még az utolsót is. Gyorsan. Gyerünk, Gabriel, ez az. Haha, azon a lyukon már nem jöttök ki. Na mi van, mi? Éget a nap. Te személy. Annyira azért nem vagy jampi. Na. Nem bírják a napot. Nem bírják a napfényt. De azért kimerészkednek rá, csak így megsülnek. Na mi van? Kicsit megégett a bőröd, nem? De... Hol a lila kristály, kérem? Megölnélek így. Hopp! Ez az. Ezt kérem. Jó. Akkor viszont... most gond nélkül be tudunk menni, mert gondoskodtunk róla, hogy több vámpír ne jöjjön. Nagyon jó, nagyon jó. Hajrá, Gabriel. Na még egy utolsót.
utolsó előtti volt. Akkor ez lesz az utolsó. Jó. Már is! Oké. Ezt kérem. Azt ráncs le. Nem néztem a HP-mat. Ja, és innen az egészet? Ó, kenyér. Hát nem néztem a HP csíkomat. És annyira azért nem vészes. Már nem a HP csíkom, hanem hogy amennyire visszadobott. Csak ezt a kaput kell kinyitnom, semmi több. Jó, máskor majd nézem az életemet. Most full elfelejtettem nézni. Azt hittem, hogy jól állok életügyileg, de hát ezek szerint tévedtem. Akkor ezt kérem. Ezt tép le. Na, akkor életről most gondoskodunk. Hoppáré! Jó, a tündér. Azt kérem. Au. Na várja, várja, ácsi! Hát, Pisti! Hát gondolkozz egy picit. Hát van szentelt vizet. Gyorsan tépd le! Jó, megvan. Beragadtam oda a gyertyatartóba. Nézd, szentelt víz. Gyorsan téble, mielőtt ide ér az a nagy melák. Nem baj. Azt is. Na. Azon most már szerintem vámpír nem jön ki. Úgy. Hopp. Azt hittem, hogy hamar ugrok. Ne csapdosd azt a shieldet, mert elveszem. Ezeket így is meg lehet ölni? Ezt kérem. Ezen itt fel tudok mászni? Nem. Itt mást kell kitalálnom. Mégpedig... Fogalmam sincs. Állj, jobbra. Erre. Aha. Jó. Ezt a kaput kinyitjuk, ott lesz egy test. És itt már látom, hogy van egy sín. Ez fog nekünk ellen. Na, valami. Valamit itt el fogunk küldeni. Meg ott fent látok már egy ládát, kéken csillog. Na, szóval ezt kérem. Ez valami jegyzet lesz, ez már fix. Na nézzük, azt mondja, újabb mágikus rúnák falba vésett szöveg segít aktiválni. Összesen 5 rúna van, ebből 2 kék. A nyugatra lévő 2 rúna ugyanolyan színű, északra lévő 2 rúna piros. Easy. De melyik mágia kell ide? Mert ez az északi, nem? Igen, ez az északi. Akkor ez is az északi lesz. Jó, csak valahogy ide akkor fel kellene, hogy jussak. Ej már innen! Hogy jutok fel? Ezeket azért kérem, már most eldobáltam egy párat. Na nézzük. Jó. Csak valahogy fel kéne, hogy jussak. Hát erre nem akar felugrani. Végén megpróbáltam. Itt.
onnan. Érdekes dolgok ezek. Na várja. Itt sem megy ki. Ott sem. Kimenni sem lehet. Valami roppant egyszerű lesz, amit nem veszek észre. Főleg, hogy ott van fent egy test. Oda én fel szeretnék menni. Na állj! Most itt fel tudunk kapaszkodni, hello. Valami kavics, zöld, nagyon jó. Hopp. Bocsánat, kicsit átrendeztük itt a történéseket. Miért mutatja így fejjel lefelé az egészet? Na várjál viszont, hogyha ez itt most kim van. Az a baj, hogy... Nem. Nem kap semmi olyan fényt sehonnan. Gyere ide. És itt erre nincsen semmi olyan, amit esetleg meg tudnék aktiválni. Anyád, mekkora nagy szobor. Szét lehet törni. Aha. Tündérke. Na állj. Na erről van szó. Hát tudtam ám, hogy valamit elfelejtek, de hogy pont mindent véletlenül úgy fordítsak, hogy jó legyen. Hát ennek mennyi volt az esélye? Tudom, 50%, vagy így sikerül, vagy nem. Na nézzük, azt mondja, hogy ezt kérem. Szóval itt a fejtörő. Azt mondta, hogy ez a piros. Meg ez is piros. És ezek meg kék. Hé, mondom kék. Meg akkor ez is kék. Nem, az piros. Piros. Meg ez is piros volt. Ennyi, tehát ebben aztán nagy kihívás nem volt. Csak majd holnap utánra nyílik fel a rács. Na, viszont kérdés. Oda hogy jutok fel? Rosszat sejtek. Elment a nap, azt tudjátok mit jelent. Az, hogy ott vannak a vámpírok. Aha, hát ez nem jött össze. Nyisd már gyorsabban azt a rohadt kaput. Nem érek rá egész nap. Thank you.
Engedj már el! Hát... Na végre. Ó, hallod még, az is öreg kinyílik. Hülye vagy, Pisti? Nézd csak, hopp! Így. Ez az, nyitva van a kapu. Érted? Tehát így körbevesz 30 vámpír, és nem jut eszembe, hogy egyébként van nálam szentelt víz. Jaj, ne, ilyen Harry Potter szindróma, sakkozni fogunk. Nem. Nem játszani akarok, tovább haladni. Más is fel van állítva, no? Nem. Nem. Engedj tovább. Úrnő! Játszok, Castlevania-zok, bástya. Nénye, bocsánat. Hát akkor... Rohadt vampír, ez is-e? Hagyod, hogy én kezdjek, jó. A játékot ki lehet hagyni, de viszont akkor azt a 1500-at bukom. Na szóval, ez a táblajáték hasonló a sakkhoz. Miért csak hasonló? Full úgy néz ki. A játék célja az ellenfél minden figurájának megölése. Szabályok: a játékosok minden fordulóban egy kerékkel határozzák meg, melyik figurával mozoghatnak. Aha. Mikor elveszítenek két figurát, elnyernek egy második forgatást. Aha. Újabb kettő elvesztés, akkor pedig egy harmadik forgatást. Figurák. Minden figura üres mezőre tud csak lépni, és csak közeli ellenséget tud megtámadni a kör során. A különböző tulajdonságok mellett minden figura egyedi képességgel is rendelkezik. Szóval a likantrópok egy mező helyett kettőt mozoghatnak, a vámpírok elszívhatják közeli figura életét, kisebb sebzést okoznak, de cserében magukat gyógyítják, hogy még életerejük is lesz. A nekromanták zombikat tudnak megidézni bárhol a táblán, és két mező távolságra tudnak támadni, de figyelmen kívül hagyva a páncélértékeket. Új, bakker. Hát akkor fordítsunk egyet. Tehát ezzel lépek, mit tudom én, ide. Most ő jön. Most eljövök. Most ezzel tudok lépni mondjuk ide. Hát ez érdekes menet lesz. Hogyha azzal oda lépek, azt ki tudom nyírni. Annyira éreztem, hogy jó, azt adtam, nem tudja megtámadni miattak. I'm getting bored. Csend legyen. Jó. I'm still waiting. Itt mutatja az életerőket, igen, élőhalott kiválasztása. I'm losing my patience. Ja, tudok zombit idézni. Ja, hogy ez így. Oké, okay, az a nekrom. Hát én idézek oda is már egyet. Hát idézgessünk, mert ne. Jó, egy emberem elbukott. Nem túl jó. Menjünk csak előre, haladjunk szépen. Jó, eltűnt a zombim. Élet elszívása. Nagyon jó.
Azt támad meg. Aha, jó van, kezdek úgy ráérezni ezekre a dolgokra. De még így is hátrányban vagyok. Nem baj, azt mondja, hogy... leidézünk egy zombit. Ne, összeesett az egy másik zombim. Jó van, így járta. Azt ott támad meg. De miért nem... esik már össze? Támad már meg, no. Végre. Na, oké, ugyanazzal megyünk. Azt ott támad meg, nagyon jó. Oké, és ő támad. Ajjaj. Menjél csak oda. Annyira éreztem. Jó, őt nyírt ki szépen a francba. Vagy legalábbis támadjuk meg. Valahogy éreztem. Jó. Fél HP-s. Nem baj. Nyugi, nyugi. Ja igen, és most már kétszer forgathatunk. Ugye buktunk két figurát, és két figuránál kétszer forgatunk. Viszont ő is kétszer forgat, nem túl jó. Jó, azt mondja, hogy... ide. Oda. Jó, hogy leraktam. Mondanám, hogy mozgás, de... ja, hogy ez nem tud annyit mozogni, ha? Jó, persze a zombit azt nyírt ki, nincsen semmi probléma. Mondjuk ezt csinálhattam volna előbb is. Kellemetlen, amikor olyan figurát forgatsz ki, ami már nincsen. Jó, az megvan, rip. Oké, nagyon jó. Azt mondja, hogy... azt nem tudom megtámadni, miért nem? Go on, play. It's very easy. Nyugi van. Idézünk oda egy zombit. Nem baj, ő csak egyet tud odébb menni. Ja nem. Odébb megy, de még nem tud támadni. Aztán majd most én, azt mondja, megtámadom. Most vele támadunk. Oké. Az a baj, hogy mindjárt tud forgatni háromszor. Aha. Jó, ezt picit odébb rakjuk. Igen. Jó, azt mondja, hogy őt támadjuk meg. Oké, most ő. Hát, nem is érdekel, hogy mit gondolsz. Nem tudott támadni, mert csak olyat forgatott, amilyen nincsen. Nem baj, nem baj. Aha, szerencséd volt. Na nézzük, aha, na nézzük, azt nem tudom. Oda idézünk egy zombit. Jó lesz ez. Nagyon jó.
Így, oda mozgunk. Nem tud mit csinálni. Háromszor ugyanazt forgatta. Hát, van még egy minuszod. Mint mondottam, van még egy minuszod. Mi? Aj, már alig van HP-ja, miért nem esik össze? Ezt támad meg. Jó. A francba. Hát haver. Az ott rip. Mi van? Hát nincs is már HP-ja. Na nézzük. Hát, sorry kis csaj, de azt hiszem nyertem. Ez egyébként egy jó játék volt. Tetszett. Kék, nagyon jó. Na még egyet, és akkor növekedik a cuccunk. Ez jó volt egyébként. Én azt hittem, hogy ettől sokkal rosszabb lesz. Mert nem is nagyon emlékeztem, hogy van ilyen. Azt mondhatod, hogy segítesz el, hogy elmondod, hogy hol van anyád. Ebédlő. Úgyis éhes vagyok, ma még nem ettem semmit. She will kill Gabriel in a heartbeat if she could. Beautiful Laura, who was turned many centuries ago, has lived a lonely, cruel existence ever since. Gabriel will have to be very careful from now on, as he can be sure that her mother, the one who commands here, is now fully aware of his presence, and that Laura herself still has some part to play in our tale. Tehát csapdába csalnak minket. Nagyon jó. Add ide a tőröket. Meg a tündérkét is add ide. Tőröket, mindent kérek. Tündérkét. Uaj, így összeraktuk a kristályt. Na várja, ez nem véletlen van itt. Nagyon jó. Azt mondja, vagy arra megyek, vagy... Pucó! Szevasz, Pucó! Ó, van egy szúnyogcsípés, hát érdemem viszket, mint a kurva élet. Bakter, milyen szétszórtak. Várj, azt ott megcsilingelteti, és... Jönnek a házi állatok. Aha. Nice. És szétmarcangolnak minden. És nézi. Undorító. Mosolyogva nézi őt. Hát azt ott lehet, hogy... Gabrielnek az arca is olyan, mintha melege lenne. Jó, hát akkor nem arra megyünk, hogy várjál csak. Ezért lemegyünk, de én nem akarok még lemenni hozzájuk. Hanem el szeretnék nézni ide erre. Aha. Kulcs kell hozzá. Mi vagy a kulcs az egyik a muksónál van. Ó, persze. Mi? Jaj, mérgeznek! Ez kellemetlen amúgy. Mi van akkor, hogy én inkább ezt csinálom vele?
Kösz. Oh, itt az asztal alatt volt egy halott. Egy tekercs van nála, na nézzük, mi van nála. Azt mondja, a kastély szakácson van a kulcs, amire szükségem lenne. Fenébe visszataszítóan néz ki, rettegek vele gondolni is. Mivel táplálja a gúlokat, meg kell szereznem a kulcsot, de hogyan ki kell csalnom, bejutni konyhába, előkészíti átborzongató ételeket. Nem kis feladat, mivel méltó ellenfélnek tűnik, és nem vagyok biztos benne, hogy van elég erőm legyőzni őt. Hát, haver! Elbuktál. Szóval az a lényeg, hogy a Mr. Szakácsot... baszki. Szóval, én ezeket kérem szépen, meg ezeket is. Aj, banyek. Azt oda lerakom. Ja, csak ennyi. Én meg itt ütögetem, mint a hülye gyerek. És ott fogunk bemenni. Nice, nice. De hol? Addig, amíg még nyitva van, hello. Bazd meg. Az a baj, annyira megforgatta a kamerát, hogy nem tudtam eldönteni, most jobb vagy bal oldalra kell mennem ahhoz, hogy fel tudjak ott kapaszkodni a lyukba. Na gyere csak ide. Ja igen, mert ezek közben meg zabálják egymást. Na, ne zabálják többet, mert elhízol. Ezt kérem. Tehát nézzük meg, hogy... De ne! Jó, ezen az oldalon nincsen. Akkor a jobb oldalt lesz. A jobb oldalra kéne valahogy elmenni. Csak ott is melyik rés az? Egyébként a szakásnak nem tűnik fel, hogy valaki folyamatosan gongatja a harangot. Ott van! Menj be! Ez az. Nice. Ilyen GTA 2. Erre mi van? Ó, valaki idáig már csak eljutott. Piros. Nice. Elkezdtük összerakni a következőt. És akkor le kell győznünk a Mr. Szakácsot, aki Mr. Butcher. Jól van, jól van. Gyere hát. Gusta lesz. Pont bokán. Na várja. Azt honnan tudja, hogy itt vagyok? Azt nem mondta, hogy megérzett. Szerintem simán megérezte a szagomat. Na jó van. Hát akkor nézzük. A gonosz mészáros mérete nagy, nehézség magas. Kösz. Azt mondja, ez az ismeretlen eredetű szörny valahogy a vámpírok hivatásos szakácsa lett. A sötét nagyúra a gonosz mészárost a gúlok etetésére használja, akiket a vargok és a kastély területén élő egyéb lények maradékával táplál. Egy hatalmas vasbárdat használ fegyverként, nem igazán harcos, de veszélyes és jól tudja használni a konyhában található eszközöket. Azonban méretéből adódóan folyamatosan újra töltésre szorul, hogy fenntartsa az állóképességét. Tehát fáradékony vagy. Anyára tüzéje, olyan bűvésztrük. Aha, meg anyát picsálja. Jó. Nézd csak, van egy ilyen.
És így eltűntem, ez a magic. Hello, csöcsi. Ez olyan szinten family friendly, hogy az nem igaz. Na, nézzük mennyi HP-t vesz le ez a majom. Hát, megint nem sokat. Baj van. Mi? Nehogy már szabálja. Még harc közben neki áll szabálni. Na nézzük, hogy ők kezdenek vele valamit? Nem. Au. Kifogytam a mágiából. Ne egyél már annyi! Elhízol még ettől is jobban. Anyárat. Anyárat. Szentelt vízzel mi újság van? Bevetünk mindent is. Hú, volt a sarabba szentelt vízon, kérem. Az annyira nem tetszett neki, úgyhogy dobáljuk meg vele. Na mi van mi? Hopp! Nem bírsz velem. És csak. Mi a szart ittál meg? Azt a rohadt! Hát igen, látom, hogy ez évad. Hát mit szólsz? Aha, megszérültél. Hát haver. Ez az. Engedd el! Most! Saját fegyverével hasítottunk bele a koponyájába! Hűj az anyja! Ott a kulcs! Kérem! Gabriel, vedd fel! Ezt kérem. Vedd benn fel! Nice! Na nézzük! Azt mondja, hogy... erre semmi, ott se semmi... Csak hogy... Ó, itt van tündérke, kérem. Ja, nem tudom elvinni magammal. Jó, akkor ezt itt kinyitjuk. De kérem ám vissza. Jó. Na figyeljetek, a gazdi megmordelt. Most már ti se amperkodjatok, jó? Na! Rip. Szóval, itt is láttam egyébként egy ajtót. Aha! Na nézzük, mi van itt. Á, élet! Nagyon jó! Na még kell kettő... Aj, meg lila kristály, nagyon jó! Akkor most vissza felmegyünk. Hú, az a lila kristály nagyon kellett. A boss harcán mondjuk sok hasznát nem vettem, de legalább visszakaptam. Hé, erre. Ezeket kéretik feltölteni. Köszönöm. 1 óra 15-nél járunk, te jó ég. Azt hittem, hogy rövidebb lesz. Menj már! Gabriel, be vagy baszva. Oda. Na!
Ez egy újabb fejtörő lesz. Nem akarok még egy fejtörőt. Pedig megkapom. Nem véletlenül volt ott az a izé. Én azt hittem, hogy megadom itt a mészárost, aztán így. Itt van egy test. Ennél lesz majd a leírás a fejtörőhöz, nem. Szóval úgy tűnik, hogy fentebb van még egy szint, bár nem látok oda vezető utat, kell ott lennie valami titoknak, mert segíthet nekem ezen istenet a mögötti helyen, aztán a tündéreim elfogtak egy sötét, és a sötét kristályom sem teljes. Isten magamra hagyod, igen, közelednek, hallom őket, bocsáss meg, Iris, úgy tűnik, sosem tekinthetek újra gyönyörű arcodra. Nem nyalhatom ki újra még egyszer a pecsa. Hozd meg! Jézusom! Ez a sok csontváz. Megmondom én, mi ez a sok csontváz. Halott! Mind meghal. Egyébként ezt nem lehet elnyomni, ezt mindig végig kell nézni, na ná. Van ott csöcs. Ki akarja azt elnyomni? Senki, én biztos nem. Na nézzük, azt mondja, hogy ez kék. Kék. Piros. Oké. Okay. Kék, kék, piros. Piros. Kék. Piros. Tehát akkor ez piros. Ez is piros. Ez kék. És akkor itt volt egy olyan, hogy kék, kék, piros. Tehát akkor ez egy kék. Kék. És egy piros. Easy. Az nagyon nagy rejtvény volt. Hú. Na, még mielőtt tovább mennénk. Úgy néz ki, hogy semmi nincs. Szerintem itt lesz vége a pályának, így van. Egy piros vúzi követ valahol elhagytam. Nem baj, megvan a fejezet, aztán jön a hetedik, ami viszonylag rövid lesz. Na viszont srácok, én elköszönök tőletek, remélem, hogy tetszett a mai rész. Én köszönöm szépen a figyelmet, a holnapi nap folyamán találkozunk egy újabb videóban, 12:00-kor. Addig is, szevasztok!